Biblia gyermekeknek. Új szövetség. Mennyei kenyér. Mi van a kosárban? Semmi. Ne! Kapjuk el! Mutat el! Még meglép! Na megállj! Megbocsáss, nem adnál a kenyeredből egy szegény éhezőnek? Arra nem elég. Ne! Ne küzdjél! Annyira nem fontos. Csak annyit érnél el, hogy jól megvernek. Maradj nyugton! Az is jobb, mintha éhen halok. Fogadd meg a vén ember tanácsát. Legközelebb nem leszünk ilyen kedvesek. Egy napon minden más lesz. Ézsaiás mondta, eljön a Messiás, és akik őt követik, nem éheznek és szomjaznak többé. De én már nem hiszek ebben. Ezerszer hallottam, de nem változik semmi. Örökké éhezni fogunk. A falu alszik, mi meg dolgozunk. Ez a pékek sorsa. Nagy kár, hogy nem vámosnak mentem. Utálják őket, de legalább sokat alhatnak. Biztos van sokkal könnyebb élet, mint a miénk. Kell, hogy legyen ennél könnyebb élet. Ez friss. Szikkatnak látszik. Pedig friss. Éjszaka sütöttem, hogy legyen friss kenyered. Izsáknál frissebb a kenyér. Izsáktól akarsz kenyeret? Akkor menj és vegyél tőle. Úgy lesz. Nem, itt ne koldulj, elmehetsz. Nem kaphatnék egyetlen cipót. Mi ebből szeretnénk megélni? Tűnj el, takarodj! Kérlek, éhes vagyok. Hívd az őrséget! Mi a baj? Mi van? Nagyon fáj! Mi fáj? Segítség! Itt vettem kenyeret és megbetegített! Ne tartsd a szádat! Adj a fiúnak hamar kenyeret! Közeledik a csodatévő, úgy hívják Jézus. Meggyógyítja a beteget, és látóvá teszi a vakot. Ez csalás! Nem, én magam láttam. A legnyomorúságosabb, szánalmas életet is örömre és boldogságra változtatja. Gyertek! A mi életünk is szánalmas és nyomorult. Az! Ránk férne, hogy csodát tegyenek velünk. Menjünk! Kislány halottnak látszott, de mi tudtuk, hogy Isten ereje meggyógyítja. Megkentük olajjal és megáldottuk. Ő felkelt és ott állt előttünk.
Mak egészséges volt, mint régen. Hittel semmi sem lehetetlen. Semmi. Ne forduljunk a nyílt víznek, mester. Ne. Meg kell etetni a juhokat. Remélem megéri. A forró kemencénél minden csak jobb lehet. Szedd fel a horgot és gyere. Jézus ott van a hajón. Jézus? A csodatévő. Azt mondják, ő a messiás. Amit tanítok nektek, nem csak tőlem való, hanem attól, aki küldött. Ha azt teszitek, amit mondok nektek, akkor megtudjátok, hogy a tanításom Istentől való, és nem csak tőlem. Uram, lemenőben van a nap. Bocsásd el a népet, hogy élelmet szerezzenek és szállást keressenek. Ti adjatok nekik enni. De mester, összegyűlt itt vagy 10 000 ember, ha nem több. Ennyit jól lakatni lehetetlen... Menjetek, nézzétek meg, mennyi élelem van az embereknél. Hoztál magaddal ételt? Nem, nagyon siettem. Te hoztál magaddal élelmet? Nem gondoltam, hogy estig itt leszünk. Nálad van valami élelem? Jézus kérdezteti, hogy van-e valakinél elemózsia. Talán te? Te hoztál étet? Kis kenyeret, gyümölcsöt, akármit. Senki nem hozott egy falat ételt se. Van itt egy fiú, aki hozott 5 árpa kenyeret és 2 halat. Ennyi, amit találtunk. De mi az egy ekkora tömegnek? Kedves tőled, hogy felajánlod, amit van. Nem adnál a kenyeretből egy szegény éhezőnek? Arra nem elég. Áldott vagy, ó Urunk! Betölti szívem, mit ül.
Gyertek! Megtöltöm a kosaraitokat. Adjatok enni nekik. Jézus 5 árpa kenyérből és 2 halból olyan lakomát készített, hogy mindenkinek jutott. Tessék! Nézd! Ez a mi kenyerünk! Mit jelent? Azt, hogy nem kell dolgoznunk többé. Ezt nem értem. Miért is kelnénk fel éjnek évadján kenyeret sütni, ha egyszer ez a Jézus oda tudja varázsolni nekünk? Hé? A mi kedvünkért nem fogja megtenni. Hízelegjünk neki. Majd megígérjük, hogy királlyá tesszük, ha hajlandó kenyeret varázsolni. Igen? Tegyük csak királlyá! Nincs több forró kemence. Nincs több ébresztés az éjszaka közepén. Emberek, figyeljetek ide! Mondd csak, te miből élsz? Kovács vagyok. Mit szólnál, ha az egész napi vasadag itt lenne kikalapálva, anélkül, hogy felemelnéd a kalapácsodat? Azt tetszene! Jézus ezt megoldaná, ha megtesszük királynak. Megtölti a hálómat hallal? Meg se tudod számolni annyival, és ki is húzná a vízből neked. Barátaim, szép idők következnek, ha Jézus elfogadja a koronát. Mindenki jól lakott, mester. A maradékot a kosarakba gyűjtöttük. Mester! Vannak, akik azt szeretnék, hogy én legyek itt a király. Mert azt hiszik, hogy megélhetnének a csodáimból, munka nélkül. Menjetek Kafarnaumba. Én itt maradok és imádkozom a hegyen. Majd megyek utánatok. Vajon hová megy? Hagyj itt minket! Jézus! Hová mész, Jézus? Jézus! Nincs semmi baj. Ezt máskor is láttam tőle. Csak felmegy a hegyre imádkozni. Mi itt fogjuk lesni, hogy mikor jön vissza. Csak vissza fog jönni. Egyre jobban tombol a vihar! Ott a köti! Itt halunk meg! Elsüllyedünk! Kapd el azt a kötelet! És le a vitorlát! Nem lehet! Kapaszkodj! Beszorult a kötél! Urunk és Isten, ments meg!
Nézzétek! Ez egy gonosz kísértet. Egy szellem. Bátorság! Én vagyok! Ne féljetek! Vajon meddig tud egy ember imádkozni? Gyere, keressük meg! Semmi kedvem továbbra is munkából élni. Hát nekem se. Megvan. Megmondom, mi legyen. Áthajózunk a tavon a 12 cimborához. Jézus előbb vagy utóbb biztosan utánuk megy. Aki hozzám jön, többé nem éhezik. És aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Jaj, de jó, hogy itt vagytok. A vezetőtöket keressük, Jézust. Hogy? De hát... Ó, nagy és bölcs mester, minden tűvé tettünk, érted? Úgy kerestünk. Igen, igen, és felajánljuk, hogy a szolgálatodba állunk. Megtesszük, amit csak kérsz, ó, mester. Higgyetek bennem. Mutathatnál talán másik jelet. Tudod, bizonyítékául, hogy téged kell követnünk. Mint ahogy régen az Isten... friss kenyeret hullatott a mennyből Mózesnek és Izrael gyermekeinek. Igen, én is ugyanezt teszem. Én is mennyei kenyeret adok nektek. Épp csak, aki az én kenyeremből eszik, az soha többé nem lesz éhes. Ez nagyszerű! Magától értetődik, hogy hiszünk. Azt tesszük, amit mondasz. Hol van az a kenyér? Tehát? Itt. Én vagyok az élet kenyere. Igaz, hogy Izrael gyermekei mannát ettek a pusztában, de ők mind meghaltak. Amit én adok, az a mennyből alászállott élő kenyér. Aki részesül tanításomból, örökké élni fog. Mert nem azért szálltam alá a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem azért, aki küldött. Ő azt akarja, hogy mindenki, aki látja a fiút és hisz benne, az örökké éljen. És feltámasszam az utolsó napon. Ez tréfa volt, ugye? Botránkoztok a szavaimon? Az én tanításom megtölti a lelketeket. Csak ennyit ajánlasz fel? A tanításod? Cs! Rossz rágondolni, hogy majdnem megtettünk királyunknak. Kérlek, gyertek, kövessetek. Miért követnénk? Nem is olyan könnyű az általad kínált út. Azt mondtad, hogy csodákat fog tenni a kedvünkért. Honnan tudhattam volna, hogy nem akar király lenni? Mégsem varázsol nekünk kenyeret. Mehetünk vissza a kemencéhez. Ti is el akartok menni? Uram, kihez is mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás. Mi hittük, és tudjuk, hogy te vagy Krisztus, az élő Isten fia.
többé nem harcolok veletek. Mostantól tiétek a fele mindannak, amin van. Megtaláltam. A neve Jézus. Gyere, oda vezetlek hozzá. Rendezte Richard Rich. Forgatókönyv Brian Nissen. Zeneszerző Lex de Azevedo. Magyar hangok. Széles Tamás, Makranci Zalán, Bodrogi Attila, Varga Tamás, Bolla Róbert, Madai Gábor, Garamszegi Gábor. A dalokat előadta Márkus Luca. Magyar szöveg Csizmás Kata. Dalszöveg Csizmás Kata és Tatár Anikó. Hangmérnök Erdélyi Imre. Vágó Simkóné Varga Erzsébet. Gyártásvezető Kablai Luca. Szinkronrendező Csörögi István. A szinkront az Etalon Film megbízásából a Mafilm Audio Kft. Készítette. Forgalmazza az Etalon Film.